közben. Hogy indítom el? Hát a gépen. Hogyan is? Elvileg megyünk? Áhá, jó napot kívánok! Itt vagyunk hirtelenjében. Itt vagyunk mindjárt, hölgyeim és uraim. Ezzel is megérkeztünk, mert segítség kellett hozzá, hogy el tudjuk kezdeni ezt a mai beszélgetést. Szevasztok, jó napot kívánok mindenkinek! Remélem, hogy itt vagytok ti is. Szóval, hölgyeim és uraim, eltelt jó néhány hét az legutóbbi bejelentkezésemtől, és nem tudom, hogy ki van itt velem, ki nincs itt velem, nem is tudom, hogy fogom tudni megnézni, még ügyetlenkedek. Képzeljétek el, biztos ti is kaptatok egy ilyen szávasztok, szia, szia Brigitta, szia Erika. Kaptatok biztosan ilyen ti is olyan üzenetet a telefonotokra, hogy csomagküldő szolgálat, stb. És hát az a helyzet, hogy én is kaptam egy ilyet, és aztán újra kellett indítani a készülékemet. De hát a Facebookot azóta nem használtam rajta, úgyhogy gyakorlatilag most próbáltam meg, és aztán szembesültem ezzel, hogy ez most egyedül nem fog menni, úgyhogy itt volt Bence, segített nekem. Vissza kell kicsinyítenem ezt a dolgot, mert úgy nem látom, hogy mi történik, bocsánatot kérek. Valami történt, valami hiba van a rendszerbe. De vajon mi a hiba? Ti láttok még? Erika, írjatok nekem valamit, hát ha akkor látom, hogy láttok. Azt mondja, hogy... Erika, írjatok nekem valamit, hát ha akkor... Ez borzasztó, visszahallom magam. Szóval, hölgyeim és uraim, itt vagyok, megérkeztem. Egy kicsit késve, ahogy szoktunk, de a lényeg, hogy itt vagyunk. És hát annyi mindent kellene mondanom nektek, hogy most az elmúlt időszakban, hát volt egy kis időm, úgy visszanéztem az előző adásokat, illetve az üzeneteket, és hát nagyon sok mindenre kéne választ adnom. Például ilyenekre, hogy ilyeneket kérdeztetek tőlem legutóbb, hát éppen Erdélyből, vagy éppen Szlovákiából, vagy Horvátországból, vagy Franciaországból, vagy nem, Svájcból, vagy Mexikóból, vagy nem tudom, hogy honnan. De a lényeg, hogy szevasztok, hello világ, remélem, hogy nem szakadozik az adás, mint legutóbb, és hát ezért is egy kicsit fejlesztettük, itt most már olyan internetünk van, hogy elképesztő, de ettől függetlenül még bármi előfordulhat, mert az ördög nem alszik. És hát remélem, hogy tényleg szakadásmentes előadást, vagy szakadásmentes kapcsolatot fogunk tudni tartani. És hát a következőket kérdeztétek. Most első körben, szuper, hogy ilyen sokat írtak nekem, de első körben hadd válaszoljak azokra a kérdésekre, amikre már hónapok óta nem válaszoltam, vagy ki tudja, nem is annyira hónapok óta. Kérdeztetek tőlem ilyeneket, hogy kedvenc szerep. Hát erről már nagyon sokat beszéltünk, de hát mindig azt szoktuk mondani, hogy az, amit éppen játszunk, és hát most nem játszunk semmit, úgyhogy nehéz a választás, hogy melyik a kedvenc szerepem, de nyilvánvalóan a kedvenc előadások közül választhatnék akkor azért az István a királyt, vagy éppen a Chicagói hercegnőt, vagy éppen a János Vitézt is ide sorolhatnám. Szeretsz-e olvasni? Ilyen kérdés. Gyorsan megválaszolom a kérdéseket, és aztán remélem, hogy látni fogom a újabb bejegyzéseket, és akkor azokra is fogok tudni reagálni. Szóval szeretek-e olvasni? Nem vagyok egy nagy könyvmoly, de ha rám jön az 5 perc és az olvashatnék, akkor így, vagy akad egy olyan téma, vagy olyan könyv, amit úgy ráharapok, akkor azt úgy könyvmoly módjára meg is eszem. Milyen volt legutóbb a apák könyve, most az is az nem annyira tegnap volt, tehát mondjuk az elmúlt hónapokban valamikor megtörtént ez az olvasás, de úgy időnként elő-elő fordul velem, hogy rákattanok valamire. Sziszi, a magyar királyi operett, mit szólok hozzá? Hát a mágus tudja, hogy mihez kell nyúlni, operett legyen, siker legyen, jó témát választott, úgyhogy szerintem biztosan jó előadás lesz. Én nagyon szurkolok nekik, hogy sikerüljön, és reméljük, hogy lesz hozzá kegyes az idő gödöllön, és hát reméljük, hogy nem csak az idő lesz kegyes, hanem a vírus is engedi majd ezt a művet megszületni, és remélem, hogy én is ott lehetek a bemutatón, megnézem, nagyon kíváncsi vagyok rá. Milyenek a lemez előadások? Hát, ezt egy fiú kérdezte, nem véletlen, mert hát a fiúk azért másképp látják a dolgokat. A lemez előadások, hát gyakorlatilag
pontos számokat nem fogok tudni mondani, de amit gyártottunk, amit legyártottunk, azok a fizikai hanghordozókban, ugye postázás útján is értek a megrendelőkhöz. És hát valójában, amióta a Spotify és ezek a streamelt felületeken a hallgatások elindultak, azóta nem tudom, hogy milyen a valódi fogyás. És pontos, tényleg pontos számot a letöltésekkel kapcsolatban azért voltak problémák, igyekeztünk orvosolni őket, remélem, hogy mindenkinek sikerült, akinek nem, azt most újra kérem, hogy írjon e-mailt, zaklasson minket, Borikát is, engem is, és aztán, ha máshogy nem, akkor valahogyan segítünk, hogy eljusson hozzájuk ez a Genezisnek a hangzó anyaga. Úgyhogy az előadások, hát nem közelítettük meg az aranylemezt, tehát hogy az most azt hiszem 2000 valahány száz, ezt azért nem értünk el, de nem baj, az idő nekünk dolgozik, akár még el is érhetjük. Szóval mikor leszel legközelebb tévében interjú? Nem tudom, nincs is szó róla, szerintem most ilyen uborka szezon van, vagy nem is tudom, hogy mi történik a sajtóban sem, nem nagyon látom. Meg nagyjából kitölti mindenkinek az idejét a vírussal való küzdés. Erről jut eszembe, hogy mindenkinek, akinek valamilyen betegsége van, annak nagyon sok gyógyulást kívánok, és azt kívánom, hogy mindenkit elkerüljön ez a vírus, de ha valaki már benne van, annak pedig gyors gyógyulást és gyors felépülést kívánok, és szólítsatok egymásnak is, meg magatoknak is, hogy túl legyünk ezen a sokkon, és természetesen a egészségügyben dolgozóknak pedig minden elismerésem, mert elképesztő, amilyen munkát végeznek. Hallom, látom, információk jutnak hozzám, úgyhogy minden elismerésem, ők az igazi hősök, azt hiszem ebben a pillanatban. Azt mondja, menjünk egy kicsit tovább. Igen. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Hát várjátok, jön az első gittyós rész, nem tudom, hogy ki van velem, ki hal, ki nem hal, ki lát, ki nem lát, ó, itt vagytok még, akkor nagyon jó. Szóval jön az első gittyós rész, üljek hátrébb, láttok egyetlen, hogy megdöntsem jobban ezt a telefont, talán az egy kicsit segít, hogy akkor esetleg többet láttok a fejtetőből. Na, nagyon halk, Attila, nagyon halk vagyok, ho-ho-ho-ho, bocs, hát akkor kezdjük előről az egészet. Na várjatok, most mit csináljunk? Kérek egy kis segítséget. Csak egy egyszerű kérdés. Tenni fel a művészúr, várjátok, mindjárt olvasom akkor. Még mindig nagyon halk, arra reagáljátok kérlek szépen, hogy most elkezdtem hangosabban beszélni, de végre így jó. Jobb. Most jó. Oké. Okay. Szóval akkor közelebb hajolok, és akkor hangosabb is leszek talán. Csodálatos estét kívánok nektek is. Nem vagy halk. Oké. Okay. Szóval elérkezett a következő pillanat az estében. Nem tudom, akkor az elejéből bármit hallottatok, vagy nem, vagy mi történt? Az elejét értettétek, mit motyogok? Halk vagy. Nem hallok. Ó, jaj. Jó, na akkor most mi legyen? Legyen hangosabb, teljesen oké, okay, én hallak. Nálam oké. Okay. Igen, mi az igen? Nicoletta. Volt jobb is. Hát élőben biztos jó volt, jobb is, igen. Na, szóval elérkeztünk az első, mindent hallottunk. Oké. Okay. Szóval az első olyan részhez érkeztünk, amivel nagyon régóta tartozom. Még egy picit megbillentem ezt a telefont, hát ha még jobban fogtok látni, mit szóltok hozzá. Figyelj, mindjárt én is fogom látni, hogy mit láttok. Azt mondja, hogy... Szia Judit, állítsd be a kamerát! Na figyeljetek, még egy picit, hát ha segíthetünk ezen a kamera kérdésen. Na várjatok, most már aztán tényleg maga a töké. Na, szóval elérkeztünk az este ahhoz a pontjához. Ügyelés részről a hang, fény, arc, rendben, pacsi. Köszönöm, Marce. Így tökéletes. Á, ja, Marce, te vagy az ügyelés, most már vágom. Figyelj, most már annyira föltettem a kamerát, hogy elképesztő. Köszönöm szépen. Na, szóval. Most jó, nem mozog.
ez úgy lehet, hogy hiszem egész vicces este lesz, akkor azért. Na, a következő van. Tartozom néhány szülinapi köszöntővel. Nem tudom, hogyha hátra dőlök, akkor fogtok-e látni, de reménykedjünk benne, hogy igen. Méghozzá, kérlek szépen, volt olyan időm, hogy megnéztem azt, hogy úristen, milyen kérdésekre nem válaszoltam még. Nagyon sok mindenre nem válaszoltam. De most ezt egy picit megpróbáljuk pótolni. Szóval, elmaradt szülinapi köszöntéseket fogom egy csokorba gyűjteni, hölgyeim és uraim. Nem tudom, itt van-e Kata Miskolcról, akinek februárban volt szülinapja. Kedves Kata, várjátok egy kicsikét, most megint eltűntem, vagy azt hiszem, hogy eltűntem, de nem, itt van minden. Szóval, őrület, kimentem a rutinból. Szóval, kedves Katalin, anyukádnak kértél Katának egy születésnapi köszöntőt Miskolcra, februárban, úgyhogy nem tudom, hogy édesanyád hallja-e, nem hallja-e. És kedves Emese kérte barátnőjének március 3-ára is egy szülinapi köszöntőt. És kedves Ádám kérte Grétának még március 24-én egy köszöntőt. És hát kedves Jutka, Évának kértél egy szülinapi köszöntőt, úgyhogy hát nektek így Katának, Grétának, Évának szóljon a következő dal. Várjatok, már nem találom. Ja, itt a pengetem, nem is. Szóval szóljon a következő dal, de most azt hiszem, egy picit lejjebb is tudom akár itt. Mindjárt elhasonl a telefon. Őrület! Nem a saját készülékemmel vagyok, és egy kicsit ügyetlenkedek. Elnézést kérek. Szóval, ha már mindenki hallja, mindenki saját oldalán, telefon, gépen, maximum a pikk. Csavarja a hangjelő nekem, hogy oké. Oké, na. Arra kérnék mindenkit, akinek nem tudok ott lenni a születésnapján, hogy így együtt hop-hop-hop, így együtt talán most esélyt adunk arra, hogy interneten keresztül megünnepeljük így ebben a hülye pandémiában a nagyon fontos szülinapokat. Tehát Kata, Gréta, Éva, fogadjátok sok szeretettel. A többiek pedig, akik otthon vannak, énekeljék velünk, hogy azt mondja, hogy... egy jobb hangjelet. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, Kata, Gréta, Éva, boldog szülinapot. Szóval ezzel így bepótoltuk a születésnapokat, remélem, hogy velem énekeltétek, ha nem, akkor még egyszer eljátszom, hogy boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, Kata, Éva, Gréta. Boldog szülinapot. Na, remélem, hogy eljutott hozzátok. És ha már a születésnapokról van szó, érkeznek néha olyan kérések, hogy hogy hívjak föl születésnaposokat, és ilyesmi. Ezek egy kicsit, miután én későn reagálok ezekre az üzenetekre, hát elnézéseteket kérem, de sajnos hát ez így elmarad. De remélem, hogy időről időre egy összegyűjtjük csokorban a születésnaposokat, és jól meg tudjuk őket köszönteni. No, és akkor elérkeztünk a ma estéhez, még ami itt ugye az aktualitást illeti, és most megnézem, hogy miket kérdeztetek tőlem, mert azóta én nem tudtam ezt követni. És egy pillanat alatt visszamegyünk. Szóval, azt mondja, hogy pacsizástól megyek, jó? Ne haragudjatok, hogyha valaki lemaradt. Akkor még mindig ott tartunk, hogy most jó, oké, látlak, szuper, most tökéletes, őrület. Lemezetet, igen. Antal, igen, azt hiszem Antal kérdezte ezt a lemezes infót.
Hát egyelőre ennyi. Na, Judit, én mozogtam, de remélem azért ti is láttatok, és együtt tudtuk nótázni a szülinaposoknak. De jó lenne már élőbe, hát szóval ez rémes, hogy ilyen interneten keresztül kell tolni ezeket a dolgokat. Képzeljétek el, voltam benne a színházba, készülünk a hétfői próbakezdésre. A Nine próbáit ugyan félbe hagyjuk, de elkezdődik a Heged és a háztetőm próba időszaka, ami engem nem érint, de hát szegényeknek nagyon szorítok, hogy tudják végigcsinálni ezt a próbát, és fel tudjanak készülni a premierre. És hát közben láttam, hogy mentem befelé a Mozart, ki van plakátozva, úgyhogy remélem sokatokkal ott is találkozunk, már ahogy a nézőtéren is együtt örülhetünk. Mihály Kunce, és Lévai Szilveszter, és hát nekem még Kenyi Miklós Gábor, de ugye itt a Szilárd fogja rendezni, Somogyi Szilárd rendezésének, úgyhogy együtt élvezhetjük ezeket a csodálatos dallamokat. A gitárt nem lehetett, bocsánat, most egyszer muszáj odaugranom, ahol vagyok, és aztán majd a következő bejelentkezéskor majd visszafigyelem, hogy ki mit írt, vagy mit nem írt. Igen. Kedves művészek, csak annyit szeretnék mondani, hogy a Szétszakítottak című műve rengeteg motivációt és új ismeretet adott az érettségére való kész felkészüléshez, igazán hálás vagyok. Hát, kedves Anna, én is nagyon nagy szeretettel szurkolok neked az érettségével kapcsolatban, mert hát elképesztő, hogy milyen körülmények között kell készülnötök az érettségére. És hát ezt mondom azt azért, mert hogy a Luca lányom szintén ezelőtt a megmérettetés előtt áll, és hát nem tudom, hogy mi lenne jobb, ha zabot hegyeznénk, vagy hangyákat szednénk nyújtató gyanán, de nagyon-nagyon nehéz időszak ez a számotokra, úgyhogy átérzem, hogy micsoda izgalom előtt álltok, vagy micsoda izgalommal várjátok a napját, de már nem sok van, tartsatok ki, kicsit készüljetek, de ne görcsöljetek rá. És aztán havait lesz ez az érettségi, és reméljük, hogy kegyesek lesznek hozzátok, és nem a legmélyét akarják számon kérni, amit nem biztos, hogy sikerült megtanítani ez alatt az online időszak alatt. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy mindenkinek sikerülni fog ez az érettségi. Bízom benne, hogy neked is, és hát mindenkinek. Azt mondja, most nagyon jó, na jó van, oké. Mozart, jel, létszi csak egy kicsit. Zene, az vagyok én. Ennyi volt a kicsi, jó volt? Na, és akkor mi mindenről akartam én beszélni, hogy mindent írtam föl, de mindjárt írok, olvasok is, meg írok is. Köszönjük szépen, mi is szólítunk a Lucának is természetesen, de persze Annának is. És ja, szétszakítottak. Hát igen, ugye nem csak a színházi előadások torpantak meg, hanem ez a filmforgatás is, ugye úgy volt, hogy még tavasszal elkezdhetjük a forgatást, de mert ugye szétszakítottakból ugye a film készül, és hát úgy tűnik, hogy a forgatás az a nyár végén fog tudni elkezdődni. Remélem, hogy így is lesz, és tényleg az égiek kedvesek lesznek hozzánk, és megengedik, hogy dolgozzunk. Bagó Gizánál szoktál-e beszélni, esetleg konzultálni? Hát mostanában nem beszéltem vele. Az elmúlt fél évet beszéltünk, azt hiszem, talán, vagy az elmúlt egy évben valamikor biztosan. Isten igazából a Gizán nagyon sok feladaton, és szerintem most, amióta a Színművészeti Egyetem körül vannak ezek az ügyek, azóta még zűrősebb az ő élete, és nyilván tele van gondokkal, kérdésekkel, és hát nagyon szólítok neki, hogy továbbra is helyt tudjon állni, és sok-sok olyan diáknak tudjon segíteni, mint például én is voltam, mert nekem nagyon sokat segített tanácsokkal. De amióta ugye elváltunk egymástól, nyilvánvalóan az a szakmai kérdésekben kikérhetném a véleményét, mégsem teszem, talán azért nem, mert ismerem a Gizelát annyira, hogy ő szakmai kérdésekben, ha már nem ő gondoskodik valakiről, akkor nem szeret beleszólni. Mert úgy gondolja, hogy legalábbis a együtt töltött
évek tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy neki nagyon pontosan megvolt a munkamódszere abban a tekintetben, hogy például azt szoktam mondani, hogy ha valamit jót hallasz, vagy látsz, akkor azt mindenképpen értékeld. Mondd meg annak, akinek hallottad, hogy jó volt, mert a pozitív visszajelzés az nagyon-nagyon fontos. És azt is szoktam mondani, és azt tőle tanultam, és valahogy próbálom átvenni az én életemben, és hát nyilvánvalóan ez az első, az első leckék között az egyik volt, amit megtanított nekünk, hogy például próbaidőszakkal sok mindenkire lehet hallgatni, de elérkezik az a pillanat, amikor bemutató előtt vagy, egy-két héttel, akkor már zárd ki mindent, és próbálj meg a legszűkebb véleményeket meghallani. Ő nagyon óvatosan szokott kritizálni, és nagyon óvatosan ad szakmai tanácsokat. Természetesen az éneklés ez egy ilyen dolog. Én nagyon szeretem a Gizellát, és nagyon hálás vagyok azért, hogy olyan sokáig törődött velem, és olyan sokáig segített a pályán. Nyilvánvalóan szóval én döntöttem, ezt most muszáj kimondani, mert nem tudok tovább beszélni erről a dologról. Tehát én döntöttem úgy, hogy eljövök tőle, és megelőzte ezt egy beszélgetést természetesen, és azt hiszem jó szájízzel váltunk el egymástól, de a lényeg, hogy nyilván, hogyha valahonnan eljöttél, akkor onnan már úgy nem kérsz úgy tanácsot, nem kér, vagy lehet, hogy kérhetnék, nyilván elmondaná, hogy mit gondol arról, amit éppen csinálok, de nem szeret beleszólni más munkájába, már más tanárok munkájába, úgyhogy szerintem ez egy ilyen felesleges kérdés lenne tőle. Bocsánat, beleragadtam ebbe a történetbe, de miután nagyon szívemhez tartozik a Gizella, vagy kötődik a Gizella, ezért szeretném, hogyha így kerek lenne a történet mindenki számára. Szia Attila, szép estét neked! Tarts ki, sokan visszavár! Kedves Tamás, köszönöm szépen! Sopron, hát igen, Sopronba is jó lenne. Jó, de jó lenne. De szép is volt, Istenem. Ez nagyon durva, mert csak az is sóhajtozok, mert kicsi olyan ez, mintha állandóan nosztalgiára lennénk kényszerítve, hogy de szép is volt, és ez valószínűleg már valamiféle időmúlásának és az öregségnek a jele, vagy nem tudom micsoda, de persze szívesen emlékszünk vissza a nagy előadásokra és a nagy együttlétekre. Németh Nikolett, puszi, és de hát valójában 40 fölött már sok minden elgondolkodik az ember, és sok-sok nosztalgia élményünk van. De biztos ez a bezártság egy kicsit azt hiszem mindannyiunkat arra ösztöki, hogy gondoljuk át, hogy mi minden történt velünk, és örüljünk annak a sok-sok jónak, amin már túl vagyunk, és ami már a miénk. Kedves Attila, csak egy egyszerű kérdést tennék fel. A művész úr szereti a muffint? Hát, ha gyümölcsös, akkor igen, de nem vagyok nagy muffinos, őszintén szólva. De szuper a kép, de jó, hogy elúrottunk, mert azt mondja a kérdésed, hogy muffin, igen, de szuper a kép, de jó, hogy megint itt vagy velünk, Attila. Szia Erika, én is örülök ennek. Emlékekből élünk, valóban emlékekből élünk, de jó lenne, hogyha egy kicsit a jövő felé is gondolhatnánk, és építhetnénk a jövőnket. Még egy gondolata, ha csatoljak vissza a szétszakítottakra. Nagyon érdekes különben, hogy mennyiféle látásmód jön egy történelmi pillanatnak, és hát foglalkoztatnak más történelmi pillanatok is, úgyhogy hát reméljük, hogyha úgy lesz rá lehetőség, azt is majd el tudunk jutni odáig, hogy meg tudjuk mutatni, meg tudunk belőle mutatni ezt-azt. Nagyon jó volt a legutóbb élőben az utolsó dal, amivel elköszöntél. Úristen, mi volt az? Nem tudom, mi volt az. Gondolkodám, hogy a legutóbb, mikor együtt voltunk, mit érekeltem nektek. De nem tudom. Nem emlékszem, de megnézhetem, ha gondoljátok.
vagy a két életemből azt énekeltem, de szerintem énekeltem más is. Ez a dal, az a cím, hogy állomáson állok. Ez volt életem első dalai egyike, amiket megtanultam játszani. Tesómék is muzsikáltak, bátyám volt a dobos, a nagyobbik bátyám, és volt nálunk egy zenekar, padlástéren próbáltak, jöttek hozzánk a rockgitárral, alapokkal, őrület volt, én úgy néztem, mint a messiásokat, hogy megérkeztek, úristen, igazi rockstárok a házban. Na és hát a Török Zolinak hívták a gitáros srácot, és ez az ő szerzeménye, az a cím, hogy állomáson állok, hol a flütje szól, úgy csókot kapok, mi a szívembe akkor. Mindegy, szóval ez volt az a dalszám, amiről beszéltünk. Úgyhogy majd legközelebb rendesen megnézem, most így hirtelen jutott eszembe, hogy hogyan. Ez volt az a dal. Szerintem, amiről beszéltünk, hát reméljük majd élőben is tolhatjuk, és akkor megnézzük, hogy vajon megtanultátok-e már a refrént, hogy maradj még, ne menj tőlem el. Jegyezzétek! Azt mondja, hogy azért a jelen se rossz, így van. És hol az olasz zene? Hát az olasz zene, valami legközebb készülünk valami olaszszal is jó. Bőszömű, nem, ez nem olaszos van. Bőszömű, múcsó. Oszó nem jó, bármi lehet legközelebb. Csak valahogy a gitár, már mondjuk az oszó nem jó, az simán. Na, legközelebb, jó? Azt mondja, hogy holnap lesz a névnapom, kérhetek az Andreáknak egy számot. Andreák, kedves Andreák, hát jó, hogy szólsz, Andi, mert nekem is van Andrea a rokonom, de hát milyen számot, majd jó, a végén Andreáknak küldünk egy számot, már eszembe is jutott. Mit csinálsz a színházban? Várjál, hogy mit csinálsz? Bocs, bundás csörömpöl. Mit csinálsz a színházban érkezéstől, edeskezésig? Van valami rutinod? Hát... Már nem is tudom, olyan régen volt, de természetesen van. Mondjuk, ha megérkezem, akkor általában hát befele mellett beszoktam egy kicsit énekelni az autóba. Ha nem sikerül, akkor a színházba folytatom, befejezni, akkor a színházba folytatom. Büfé, kicsit úgy találkozok a többiekkel, megnézem, hogy kik a ma esti kollégák, már akikkel együtt fogunk játszani. Váltunk néhány szót, hogy ne csak a színpadon találkozzunk. És aztán utána öltöző, és hát ha olyan előadás van, ami már régen nem ment, akkor nyilván előkerül újra a szövegkönyv, amit már esetleg otthon, meg a belőtte úgyis próbálkom már. Volt, de hogy azért minden biztos legyen, átfutok egy-két dalt, egy-két szöveget megnézek, és aztán utána túlsorolás, kis mozgás,
Hát készülés, tulajdonképpen egy folyamatos készülés van előtte. Rudolf nap alkalmából kaphatnék egy dalt a darabból? Darabot a szívemből? Vagy a darabot a darabból? Vagy a dalt a darabból szívemből? Nem, jó, igen. Szóval Rudolf dalt, hát ha mázlid van, várjatok, de akkor meg kell mozdítanom hozzá a telefont, és nem fogom tudni visszatállni. Szerintem ezt majd legközelebb, jó, ezt is jegyeztem, és legközelebb bepótoljuk a Rudolf napi köszöntést is. Kollégákkal találkozol, tartjátok a kapcsolatot, jó, azokat a más, Szabó, Pészi, aztán képzeltek el, igen, beszéltem, hát ugye miután beszéltünk, vagy hát beszéltünk, mondtátok, hogy üzentek az Árpinak, a Katának, a Szilveszternek, én mindenkit fölhívtam, ha nem is másnap, de a rákövetkezendő héten beszéltem mindannyiukkal. Szilveszterre is, Szilveszter nagyon meg volt, hogy ki, mit akarnak tőlem, kik akarnak és mit akarnak tőlem. Úgyhogy Szilveszter nagyon meglepődött rajta, hogy akkor én most őt arra buzdítom, hogy élőzzön. Hát nem tudom, hogy élőzött-e azóta vagy sem, de van egy sanda gyanúm, hogy nem. Az Árpival is beszéltem. Ő éppen nem is tudom, mit csinált. Főzött valamit a gyerekeknek, úgyhogy jól volt, teljesen oké. Katussal is beszéltem. Hát mindannyian nehezen viseljük ezt a színpad nélküliséget, közönség nélküliséget. De hát egyszer csak ennek is vége lesz, és akkor folytatjuk, csak addig tartsunk ki mindannyian. Azt mondja, hogy mi ad motivációt ebben a kialakult helyzetben? Mitől tudsz optimista maradni? Hát lefoglalom magam leginkább, most éppen azzal, hogy a kis feleségem kérte, hogy csináljak egy kerítést a nyuszi ellen, mert a konyhakert belerág minden, nem csak ott, mindenhol mindent lerág, ez a nagyon aranyos dög, de a lényeg tényleg nagyon aranyos, mert tényleg úgy fut elénk, amikor bemegyünk az udvarra, mint a kutya lenne, körbefut, odafut és kör. Na mindegy, a lényeg, hogy nyuszi viszont rág, kapar és mindent csinál, úgyhogy megkaptam a feladatom, és már nagyon régen kérte ezt a kis feleségemtől, és úgy gondoltam, hogy hát most akkor ezzel kitöltöm az időmet, hogy kerítést csinálok a nyuszi ellen. Brutál. No, úgyhogy ez kis betonozás, kis fa, ide-oda csavarozás, csiszolás, ötletelés, úgyhogy ezzel eltöltöm most az időmet. Egyébként van néhány más ötlet is, de azok most váratnak magukra. Úgyhogy ezzel kitöltöm, és hát van egy kis sikerélményem is benne, úgyhogy úgy életben tartjuk magunkat. Szerintem mindenki hasonlóképpen cselekszik, vagy ír, vagy nekem is vannak ilyen szándékaim, csak most kerítés van. Kerítést emelünk. Őrület. Csatlakozom, mint Andrea. Kedves Andrea, kis türelmet. Ha kitartottuk a beszélgetés végéig, akkor simán lesz valami kis meglepő. Kedves Attila, nem tudnál közben járni egy Once online... Hát, azzal az online előadásokkal, nem tudom pontosan egyébként, hogy Once-szal ez van-e vagy nem, de hogy itt mindenféle jogok, meg lehetetlen dolgok akadályozhatják azt is, hogy online-ra vagy streamelt előadásra kerüljön egy-egy produkció. Úgyhogy hát sok kérdéses ez a dolog. Mi is örülnénk neki, szerintem a Szirtes tanár úr is biztosan örülne ennek a dolognak, és annak is örülni fog, hogyha esetleg látja, hallja, hogy milyen nagy érdeklődés van. De hát, kedves Attila, Szent Irmai, ez van, sajnos. Ez muszáj, mert a Szent Irmai nemet megláttam. Bocsánat, kedves Attila, a Szent Irmai István barátod, sógornője vagyok, édesanyám emlékére, ha énekelnél valamit, azt nagyon-nagyon szívesen meghallgatnám, nagyon szeretett téged. Ó, hétfőn a... Jaj. Hát, kedves Ildikó, őszintén részvétem. Nem is nagyon lehet ehhez mit szólni. Hát sok erőt is, kitartást kívánok. Igen, fogunk valamit énekelni, jó? Vagy egy kicsit... Igen, most egy kicsit, igen. Erre számíthattam volna persze, mert nyilván sokan érintettek vagytok,
érintettek vagyunk, akiknek így vagy úgy beteg a egyik hozzátartozója, vagy annál is szomorúbb hírekkel szembesülnie, hogy esetleg nem látja már többet. Beszéljünk egy kicsit, és aztán majd visszatérünk. Jó, ne haragudj. De természetesen énekelek még nektek. Ha volna kedved, szívesen hallanánk. Én is. Na jó, akkor most eljött az éneklés ideje, jó? Akkor lesz egy kis volna kedved, jó? És hát ezt most mindenkinek küldöm, aki dalt kért. Andreáknak, és Ildikó, neked is, nem is tudom. Ha volna kedved. Hát ez volt a volna kedved. Remélem, hogy van kedved. Azt mondja, hogy... Egy kicsit ellapoztam. Engedd be a kutyustát is, hallottátok, hogy csörömtől a tájával. Nem engedem. Tehát, hogy ez egy szigorú döntés. A kutyának kinn a helye, néha bejöhet a nappaliba, de egyébként kinn a helye. A nyuszinak is, mert ő oda piszkít, ahol a legnagyobb rend van. Úgyhogy kinn marad a kutyus. Hogy telt a húsvét? Hát kérlek szépen csöndesen. Itthon megmocsoltam a lányokat, nevettem, hogy valaki szódával is megmocsolta őket.
és hát galán módon fel is vettem, meg is örökítettem, úgyhogy néha vissza tudjuk majd játszani, hogy mennyire örültek ennek a húsvéti locsolásnak. A lényeg, hogy természetesen szűk családi körüljárás volt, édesanyám, testvéreimhez látogattam, és aztán ennyi volt a húsvét, gyakorlatilag itthon töltöttük. De nagyon jó hangulat volt, nagyon szép időnk volt húsvétkor, azt hiszem, hogy kicsit mindenki erőt meríthetett ebből a szép időből. Nekünk 2 nyuszink van, tényleg? Őrület! Kedves Andrea, hát nekünk elég egy is, azt hiszem. Kik látnak hozzád, kik laknak hozzád közel, kollégák? Hát az Erikő, a... Bocsánat, visszamegyek egy pillanat. Valamiért nem látom most a korábbi bejegyzéseket. Szóval a Léva Jancil, akik nem messze tőlünk, itt kis tartsán, és hát néha szoktam, ha nem is őt, mert őt még nem látta itt kis tartsán egyébként, de a Linel Gábort, igen, a kedves férjét, és hát szoktam, néha rá szoktam csinálni. Szia Gabikám, megint ott állsz az ajtóban, nem jött meg a posta. Kutya nyuszi együtt, igen, kutya nyuszi együtt, bundás, ugye egy puli kutya, és nagyon tisztességesen távol tartja magát, mert a lányok egy kicsit megnevelték, hogy a nyuszit nem szabad bántani. Nem volt mindig így, az elején azért küzdöttek egymással, és tulajdonképpen nagyon sokáig féltékeny is volt bundás, úgyhogy ha meglátta, hogy a nyuszi ki van engedve, és a lányok rácuppannak a nyúlra, akkor azonnal rohant ő is, hogy ő is igényli a babusgatást, de aztán egy idő után megbarátkoztak. Szia, Pécsről üdvözlet nektek, is Romeo és Júlia musical. Igen, az is egy szuper dolog. Májusban lesznek még online előadások az Operett Színházban. Én nem tudok róla, hogy lennének, szerintem nagyjából mindent rögzítettünk, amit engedélyeztek, amit lehet, és azt hiszem meg is mutattuk már nektek, már nem tudom, hogy minden szereposztásban láttatok-e mindent. Azt hiszem talán a Maricából nem minden szereposztás ment le, de előbb-utóbb szerintem az is előfordulhat, hogy azt is fogják majd mutatni. Nem tudok erről továbbit, Isten igazából ugye most ők is, ez alatt a pár hét alatt mindenki otthon volt, úgyhogy holnap indul a munka, és hát aztán szerintem jönnek majd az új információk, hogy mikor mik lesznek. Azt mondja. Igen. Koncerttervek biztos vannak már, ha itt hatunk. Hol várható az első koncert? Az első koncert elméletileg, Erdélyben, Marosvásárhelyen, júniusban, azt hiszem, vagy még május végén? Hát igen, azt hiszem, szóval ez egy nagyon nagy kérdőjel, mert pont, hogy annyira korán van, hogy nem tudom, hogy ez megvalósul-e. Azt követően pedig Kalocsára készülünk, ott lesz az első országhatárok belüli koncert. Remélem, ti is készültök Kalocsára, és hát utána természetesen majd azért a szokásos balatonfüledi koncertünkre is készülünk, és utána gyakorlatilag ami vár még ránk, ugye amiről most elfejtettem beszélni, de ugye lesz Gödöllőn a Száztagú Cigány Zenekarra egy koncert, amit ugye egy pótlás. Annak az időpontját nem tudom, de fönn van, azt hiszem, talán a Száztagúnak is, meg talán az én oldalamon is fönn van, meg talán még a Gödöllői Kastély programjában is benne van. És azt követően pedig, hát nem is tudom. Ja, hát jönnek az István, a Balaton Gála és az István a Király. Hát az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várt történet, hát hiszen sok István a Király elmaradt tavaly nyáron is, és hát reméljük, hogy az idén lesz rá lehetőségünk, hogy bepótoljuk, és új előadásokat is csináljuk az István a Királyból, Bőbal. Veled érekülünk a férjemmel, írja Erika. Üdvözlet, szevasztok. Hát van egy meglepetésem is, csak az nem készült el, csak a szöveg van meg, de azt találtam ki, hogy de mindegy, majd a végén ezt elmondom.
A lényeg, hogy készülök még meglepetéssel nektek, amit nem ma fogok megmutatni, mert nem készültem el vele teljes egészében. De Erika, szerintem nagyon sokan benne lesztek abban a dalban. Azt mondja, hogy... hetek óta hallgatom a kocsiban. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök ennek, hogy hetek óta szól a kocsiban, és remélem máshol is a Genesis című lemez, és remélem nem sokára majd élőben is tolhatjuk. Azt mondja, hogy... nagyon szívesen éve a szülinapi köszöntést. Azt mondja Adrián, szia! Köszönjük! Várjátok, megnézem, igen. Nagyon jó újra látni, igen, mindig érdekelt, hogy hogyan tudtok sok szinte időben futó darab szövegét megjegyezni és nem összekeverni. Hát ez Isten igazából egy gyakorlati kérdés. Nem tudom, hogy az hogy csináljuk, és egyszer csak megmarad. Nyilvánvalóan az idővel egy kis rutin azért kialakul ebben, és visszajönnek a szövegek és a dalok is. Főleg egyébként nagyon sokszor, hogyha régen énekeltem valamit, akkor arra gondolok, hogy színpadon mit kell csinálni, és akkor valahogy a mozgással, meg mindennel együtt így megérkezik a szöveg. Rosszabb esetben nem, de olyan is előfordult már azért. New Yorkból, szia, szia! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Kakas, hogy van? Jó van, haladja a hangját, tolja a kukorékot agyba főbe, de képzeljétek el, van egy békánk is. Olyan brutál hangja van, azt várom, most már kint besötétedett, úgyhogy én azt várom, hogy egyszer csak be fog hallatszani, mert elképesztő, milyen hangon tud kruttyolni. Eliköt pusziuk. Én is, csak nem látom. Azt mondja, hogy olyan jó látni, hogy mindig ilyen jókedvű vagy, minket is feldob. Hát most őszintén szólva azért nem jelentkeznék be a világhálóra, hogy lássátok, hogy milyen rossz kedvem van. Nyilván azt megtartom magamnak, ha van ilyen, de hát igyekszem nem rossz kedvűnek lenni, mert végsősorban annyi mindenre panaszkodhatnánk, de miért is tegyük? Azt mondja, hol vagy? Eltűntem? Ez azt jelenti, nekem elment a kép. Ó Jézus, és mióta ment el a kép? Azt mondja, csak a kép ment el? Eltűntél, elbújtál. Ne várjatok akkor. Ati, nem látunk. Aha. Na várjatok, nem tudom. És hallani hallotok? Írjatok valamit, hogy látok-e, hallotok-e. Azt mondja, hogy... egy ideje. egy ideje. no. Akkor, kedves Attila, most volt az egyik barátnőmnek, igen, kb. 10 perce nincs kép. Oh, yeah, akkor egy pillanat. Most megszüntetjük az adást, és újraindítom. Egy pillanat, 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 pillanat. Bence, jössz egy pici? Benne leszel a videóba. Csak a kép. Hallunk. De az a helyzet, hogy azért nem annyira frankó, úgyhogy most eltűnt a kép. Vajon mi lehet a probléma? Nem biztos, hogy eltűnt a probléma? Mindjárt visszajövök, jó? Megállítjuk és újraindítjuk, jó? De elvileg megy. Hát, de miért tűnt el a kép? Szerintem állítsuk meg is én. Azért, mert az előlapi kamera megy. Ja, átfordult. Hát. Az anyja minden. Most megy? Elvileg igen. Na várj, akkor mit csinálunk? Aha. Őha. Őha. Bemutatom élő videó nézése. Ha-ha. Na, ez még az előző, várjál. De megy. Vagy ez már az? Aha. Igen, ez már megy. Na jó. Szabad maradva. Na jó, hát tényleg. Örülök. Na várj egy kicsit. Ez még az előző, várjál. De megy. Hölgyeim és uraim, bemutatom Dolhai Bencét. Üdvözlet! Igen, ez nem egy. Na jó, szabad maradva. Na jó, hát tényleg. Szóval, most már a világhálón bejelentkeztünk. Ide visszateszem a képen. Így is látszom még? Hölgyeim és uraim, bemutatom Dolhai Bencét. Üdvözlet! Igen, ez nem egy. Na jó, szabad maradva.
Most tényleg megérünk? Szóval, de várjátok egy kicsit. Most már a világhálón bejelentkeztünk, ugye visszateszem a képeit. Na most jó lenne, ha láthatnám. Egy pillanat türelmeteket kérem. Nem tudom, hogy itt vagytok-e, nem vagytok itt. Hogy indítom el? Hát a képen. Aha. Jó. Szóval... igen, köszönjük. Hát igen, voltak, akik ezt maguktól is tudták, én nem. Ezt az előlapi kamerát. Most nem tudom, hogy látszok-e Bence András fia? Nem. Bence a Jánosnak a fia. Ő a nagyobbik testvére. A András unoka testvére. Lassan bemutatom az egész családot. Szép nagy a családunk. Szóval András az unoka testvérem. És már neki is szép nagy családja van. De a Bence az én legnagyobb bátyám. Ugye van egy kisebb bátyám, a Bérus, a Béci, és a nagyobbik a János, és a Jánosnak a fia Bence. Na, szóval ő segített nekem, ugyanis megtámadott valami vírus a telefonomat, és újra kellett gyári beállításokra vissza kellett állítani, de ez ilyen egyéb problémák, úgyhogy viszont elfelejtettem, hogy a Facebookot is, Facebook fiókat is be kellene állítani, úgyhogy azt nem tettem, így nem tudtam elindulni a mai adással időben, mert hát időben ott voltam, de gyakorlatilag nem sikerült beindítani a kamerát és a telefonomat, úgyhogy Bence jött segítségemre. Mert már ide tartott, útközben volt. Itt vagyunk, látunk, hallunk. Szuper! Ó, na, nem tudom, hogy hol tartottam, fogalmam sincs. Megpróbálok visszamenni egy kicsit a kérdésekre, mert ott a 10 perce nem láttok. Á, gyerekek, hát, ha, bocsi. Hát, szerintem, akinek ez, emiatt elfelejtettem válaszolni, hol vagy, nem látunk, igen, itt vannak a bizonyos kérdés. Na jó, oké. Szóval, itt vagyunk, látunk, hallunk. Nézted a tegnapi soproni meccset? Nem néztem. Hadadi Andi, puszi, remélem jó vagy, Andikám, kaptál oltást? Tényleg nem tudom, hogy ki hogy van ezzel a kérdéssel, mi már kaptunk oltást, kis feleségem is, meg én. Ő már megkapta a kártyáját, és én nem, nem tudom miért, de valamiért nem. No, a lényeg... most nekem megint, igen. Azt mondja, hogy Hadadi Andrea, itt vagy, bocsánat. Nem láttam. De jó, hogy írtál, Andika, úgy örülök neki. Isten éltessen neved napja alkalmából téged is. Igaz, holnap ezt köszönjük, Bence, átadom Bencének. Most van az egyik barátnőmnek a születésnap, és 20 éves lett, április 12-én, kérlek fel tudnád itt köszönteni őt is, nagyon hálás vagyok érte. Úristen! Kedves Anett! Isten éltessen 20. születésnapod alkalmából. Mit is mondhatnék ez ügyben? Remélem, hogy jól sikerült a szülinapi buli, még ha zárt körül is volt, de hát egyszer csak eljön a mi időnk, és akkor lehet nyáron egy kicsit felszabadultabban is megünnepelni. Annyi szülinapot kell majd megünnepelnünk, őrület. Nem vagyok egy technikai zseni, sőt, kifejezetten nem vagyok zseni technikailag, főleg az internet világában elúszom. De hát vannak, ebből is látszik, hogy valami nem stimmel, valami... Próbálok én zárkózni a mai fiatalsághoz, de hát lehet, hogy el kell fogadnunk ezt a helyzetet. Anna lányod is fog egyszer önkalocsálni nekem, mint Luca? Mi megkaptuk az oltást. Na, szuper, hát van, aki már megkapta mind a kettőt, van, aki egyet, van, aki még hezitál. Nyilván mindenki saját maga dönti el. Nekünk is sok-sok összetevője volt ennek a kérdésnek, hogy miért oltattuk magunkat. Hát szerintem én azt hiszem, hogy a fő a biztonság. Őszintén szóval életem nagy részében túl vagyok. Olyan nagy dolog nem történhet, elemben szeretném látni a szüleimet, meg a Viki szüleit, meg az idősebb családtagjaimat is, és így biztonságosan, én így gondolom. Aztán nyilván mindenki gondolhat, amit jónak lát. Na, szóval, a kertetek hogy áll? Bérmunkát válasz? Micsoda, várjál. Bérmunkát nem válasz? Ja, hogy én nem vállalok a bérmunkát. Őszintén szóval nem győzöm az itthonit. Tehát, hogy ez jól áll a kertünk, egyébként már füvet vágtam. Gyepszellőztetés előtt állunk, de az is szerintem ezen a héten, a következő héten meg fog történni, és akkor minden megy tovább.
konyhakertet, mondom, hát ugye kertépítés van, úgyhogy annyira nem, amíg nem készül el, addig hiába ültetünk bármit, a Nyuszi megesz mindent. Néha akadozik, már megint? Ó, a kutya fáját. Pedig már internetet is növeltünk, gyerekek, tényleg nem láttok, nem hallottok. Most már nem tudok hova menni, biztos ezzel a szobával van baj. Keresünk egy másikat, beköltözünk a lányokhoz. Ital közelben van? Itt van. Még nem tette bele a hangszert. Még nem tettem el a hangszert. Ha most egy szerepet eljátszhatnál, akkor melyik az ebből a háromból? Romeo, Mozart, Rudolf, Rudolfot vár. Azt nagyon... Igen. A Rudolfot nagyon szívesen eljátszhatnám. Biztos, hogy nagy kihívás lenne. Mert azért nem most volt, és hát az is egy ilyen faltól falig szerep volt. Tehát az, ahogy beléptünk a színpadra, csak annyira mentem ki, még lerántották róla a ruhát, átöltöztem és löktek vissza, tehát az egy ilyen brutál nagy szerep volt, gyönyörű zenékkel, és hát remélem, hogy lesz még rá lehetőségem, ha nem, hát nem, de ha valamit szívesen játszanék, az a Rudolf. De hát van más is, amit egyébként, de a háromból, amit föltettél, azt igen. Nem baj, ott a Bence, igen. Léci, Mozart, itt élünk, én kis zongorista nagyfiammal. Hát ne haragudjatok, de nem készültem rá, és most olyan sok ügyetlenséget nem akarok ebben a videóba föltenni, mert aztán az egész világ azon fog rölni, hogy nem tudok lefogni két akkordot. Azt mondja, hogy... prózai darabban vállalnál szerepet, van, ami érdekelne? Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert a napokban foglalkoztatott, én is föltettem magamnak ezt a kérdést, hogy vajon mi lenne, ha most megkeresnének esetleg egy prózai szereppel, biztos, hogy nem mondanék nemet. Nyilván ebben az is benne van, hogy hát alig várom, hogy újra dolgozhassunk, bocsánat. De azért hát zene nagyon hiányozna. De hát... kártyával lehet színházba menni? Nem tudom. Megint eltűnt az ekülap, vagy mi történt, gyerekek? Nekem sötét lett a képernyőm. Ajaj. Na, itt vagytok még, vagy megszakadtunk? Elsötétült a képernyő. Hát, nem tudom, hogy szerintem a Bence telefonjával van valami. Én szerintem. Bence! Bence! Így jó? Na, most fekete a képernyő. Ezek szerint mindig visszavált valamiért előlapi funkció. Szerintem maradjunk előlapi funkcióban. Jó, hát nem gondolom. Most fekete a kép. De azért nem fát is késés van, nem? Hát, de oké, csak hogy... De ők azt írják, hogy eltűnt a kép. Nem vagy képben. Képen kívül vagyok, és vajon hallottok? Fekete minden. Mit vagyunk? Látod? Aha, már csak most jöttem, és most látottok? De fordíts meg, mert van a szuper. Fejje lefelé, fejre át az egész világ. Szóval nekem is sötét, még azt írják. De legalább késik látunk. Késik a kép egyébként. Mit vagyunk? Azt mondja most... De ez késik, fejje lefelé. Oké, rendben vagyunk. Oké, ez így nem fog megállni, de legalább jó. Na, jó, köszi, Bence. Na, itt vagyunk, megjöttünk. Szóval, most már mindenki lett, most jó. Gyerekek, óriási, micsoda dolgok történnek. Tehát, hogy az van, hogy nem az én készülékem, így aztán el kell fogadjátok, hogy pixeles a kép. Fordíts! Na, őrület! Gyerekek, az az igazság, hogy megint elveszítettem a falat. Hol tartottunk? Aha... Megint eltűntél. Azt mondja. Léci, énekelj valami vidámat.
Megint nem látom. Énekeljünk vidámat. Jó, akkor most együtt vagyunk, ez a dal nem olyan régen ment az interneten, egy fagyi kapán, és akkor hát azt hiszem, hogy elérkezett a pillanat, amikor fagyi refrén mehet. Mindjárt kitalálom, hogy hogy is van. Ki tudja, kit kihívott, mégis itt vagyunk, sokáig itt leszünk, szárnyalunk. Na jó, ezt is lehetne, de nem erre gondoltam, egy vidám dalt szerettetek volna kérni, és a fagyira gondoltam a Bikinitől. Múltkor azt mondtátok, néhányan írtátok, hogy együtt énekeltétek velem, fejerász. Na, most hol tartunk, mert nem tudom, hogy ki mit lát, úgyhogy... Kicsit belelapozok, elnézéseteket kérem. Most jó, most jó, most jó. Hurrá, hurrá, szuper, melyik a kedvenc hagyid. gyerekek, az van, hogy biztos azt hiszitek, hogy itt nagy cimbiskedés van, vagyis hogy nem tudom, mit gondoltok, de a lényeg, hogy én nagy... Halljátok? Ez volt a békánk. Nem tudom, hogy behallatszott-e, mert időközben hallottam meg, miközben beszéltem, de egy óriási béka brekeg a kertbe. Ez nem egy tolatóra dal, ez a béka. Elképesztő. Na, szóval, fagyi. Hát, nagyon szeretem a fagyit, minden város beszek fagyit, ahol megfordulok, és természetesen Szegeden is annyi fagyit ettünk, úristen, de finomak voltak ott is a fagyik. Meg itt Kistarcsán is van egy jó kis fagyizó, azt is nagyon szeretem. De őszintén szóval, a puncsfagyizóban mindig nem... Tehát, hogy ha valaki arra készül, 86 ezer féle fagyi van, nem. Ott annyi fagyi van, amit frankon, frissen elő tudnak állítani a Mákos Feriék, és mindig van valami szezonális. Tehát amikor szüret volt, akkor szőlőfagyi volt. Amikor barack van, akkor barackfagyi van. Tehát amikor élik a barack, akkor, és amikor, tehát hogy nagyon-nagyon szorosan kötődik a szezonális gyümölcsökhöz, vagy gyümölcsfagyi készítése, és a Feri olyan finomakat csinál tényleg, hogy én nagyon régen ettem ilyen főn fagyit, és én nem tudtam, hogy őket mindenféle díjjal díjazták már, de hát én ezt egyszerűen kihagyhatatlannak tartom, hogyha arra járunk, akkor már amikor odafele megyünk, már mondom, hogy akkor olyan vagyok, mint a gyerekek, amikor utazunk, hogy akkor meghízünk, és akkor mondom, hogy nem meghízünk, és akkor mondják, hogy jó, és a fagyi, mert már mondom, hogy a Ferihez viszont nem megyünk fagyiért. De mondják, majd kicsit később érkezzünk haza. Szóval ilyen a Feri fagyija. Mint hogy a Szent Balázsi hegyre is, ha egyszer lenne ott egy nagy buli, úristen, őrületes jó hangulatú hely, gyönyörű, szép, és nagyon, tehát szóval csodálatos tényleg. Ez annyi tervem van ezzel a dologgal is kapcsolatban. Megint kutya, ez a nyavajás béka. És közvetlenül nézzük, hogy nagyon izgalmas születek. Olyan, mint a pelikán, vagy nem is tudom, hogy kik szoktak így, a pulykák szoktak így ilyen hangot, hasonló hangot adni. Na, hol tartottam, fagyi? Kösz jó vagyok, egész nap fagyizok, húró állapot, paraszkod még nincs okom, az benne a jó. Na még egyszer, mert a szöveg nem így van, tehát azt mondja. Kösz jó vagyok, az éveket nem számolom, boldog vagyok, jelen vasúk gondolcot, húró állapot, paraszkod még nincs okom, az benne a jó. Nem ízlik, hát eldobom, mert nyom, mert... Hogy van? Na, várjatok, bocsánat! Eldobom, mert... Na, elfelejtettem, bocsi. Vidámság. Na, meg vagyunk, bocsássatok meg, ez is szabad, még egyszer gyertek velem, figyeljetek. Egy, két, és... Tösz jó vagyok. Az éveket nem számolom, boldog vagyok. Nyelvem a gombócot,
fogom már nyolni csomót, tehát ha én leszünk, ő lesz. Na még egyszer, hogy van? Ez tök ciki, most már harmadszor kezdek neki. Na, meg vagyunk végre, figyelj, még egyszer nekifutok, jó? Nem vegyétek észre ezeket az apró hibákat, soha többé ezt most, hogy fölteszem, le is vesszük az internetről. Nem lesznek ott az interneten ezek a hibák, élőben miket művelünk, borzasztó. Na, figyelj! Köszönjük, közjól vagyok, az éveket nem számolom, boldog vagyok. Jelen a sok gombócot, múló álmot, paraszkodni nincs okom, az lenne a jó. Ha nem ízlik, hát eldobom, mert nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket, nyaljuk a fagylatot, mézes madzag elfogyott, éljük az életet, élvezzük a végre. Nyaljuk a fagylatot, a mézes madzag rég elfogyott. Na, hát ennyit a fagyiról. Egy kis vidámság. Azt mondja, hogy Rudolfnál tartottunk, Rudolfnál, de mit is beszéltünk Rudolfnál? Igen, ja, hát igen, a három közül, amit felírtál, azt biztosan nagyon szívesen eljátszanám, ha még lesz rá lehetőség. Ha nem, hát akkor is volt, és hát boldogok vagyunk, hogy részt vehettünk abban a produkcióban. Ott, hogy énekelni akartál. Ja, igen, ott is tartottam, igen. Azt mondja, Nagykőrösről is köszönjük szépen. Hallelujját fölírtam, legközelebb. Jó, most mindent már nem tudunk. Tükörkép látszik, de nem baj. És őben jelentkez be. Gyakorlat teszi a mestert. Hát igen. Minden tökéletes. Örlet, operet jó lenne. Azt is fogunk legközelebb. Hallottuk. Na szóval, hát nem csak én vagyok ilyen technikai zseni, úgy látom, egy kis itókaha bennem van. Most átrendezted a szobát. Ja, még bocsánat, egy kicsit nagyon behaladszik a lányok királyfia. Hát, nem, ezt nem tudom most, mit értesz ezzel alatt, Judit, de biztosan. A medence miatt... De a medencét nem neki csináltuk! Hogy béka fürödjön benne. Hallatszott a kurutyolás? Őrlet, nem? Hát pedig nem sziréna volt. Azt mondja, hogy... Béka után jön a gólya. Hát... Ilyen nagy gólyára gondoltál, az jöhet éppenséggel, viheti a békát, nem bánom. Azt mondja, mással éneklik, dur vagyok és múl vagyok, és egyzetek a... Ja! Hangzatok, ritmusképlet. Ritmusképlet, meg a más is benn van élőbe. Igaz, ígértem egy hallelujját, bocsánat, de nem, igen, azt elfelejtettem, elnézést. Na, figyeljetek, az van, hogy én egy kicsit kezdek elfáradni. Biztos bezavart a béka. Figyelj, az van, hogy a kutyát nem zavarja a béka. Lassan senki, a kutyát lassan semmi nem zavarja. Ez így király. Az élő varázs, ami imádjuk, nyugi. Hát figyelj, ez van, miután közben ezt az internetet is, hogy kezelni kell. Így aztán egy kicsit ez elmaradt. Várjátok, most bepörgettem meg, én egy kicsit most nem tudom, hol tartottam. Azt mondja, tökéletesen... Szárasztónak nedves partján löglött béka. Hát ez az. Legközelebb nagyon sok ének lesz. Azért most sem balaszkodhattok szerintem, azért egész sokat énekeltem most is. Azokra a kérdésekre nem válaszoltam, amit kértél, hogy előtt egy... Igen, tegyük fel. Jó, na várjatok, ezt egy pillanat, ezt visszafordítom. Az van, hogy én látom a kérdéseket,
De a technika akadályozott, meg én magam a kérdésem akadályoztam, nem tudom, hogy hova érkeztek a kérdések, úgyhogy ezért nem tudtam rájuk válaszolni, de Bencét majd kivallatom, hogy hova jöttek a kérdések, és bizonyára megvannak, és akkor legközelebb majd rákészülünk erre, és jó? Azt megint elpörgettem, Isten tudja, hogy miket ugrottam át, ne haragudjatok. Jobb, ha Bencét legközelebb is át. Ezt hallottátok? Ez nem tudom mi volt, mert ilyet még a békától sem hallottam. Brutális. No, azt hiszem lassan végére érünk ennek a kis show-nak, hölgyeim és uraim. Hogy arra gondoltam, hogy most ezzel a következő dallal, amit mindannyian nagyon szerettek, lehet, hogy el is köszönök, figyeljetek. És szinte sikolt ez a béka. Na. Ez már nem riasztó, szerintem itt párzanak a békák, nem azért, hogy mondjam. De jó lesz, ha jön az a gólya. Egy régi nagy kedvencem. Ezzel hezitálok, hogy melyiket énekeljem el. Melyikbe hibázik le? Köszönöm szépen, vigyázzatok ti is magatokra. Kurus is van a háttérben, bizony, csak nem hangbenben énekelnek ezek a dögök. Lehet, hogy azért kedvülök házani, mert énekelni, azért ez durva, nem? Még, a béka mondja, hogy még, a béka mondja, hogy még, a béka mondja, hogy még, béka, hogy... Kész a következő slágerünk, gyerekek! Azt hiszem, azokba fogok slágert írni, amit ide írtok, jó? Van olyan dal is, hogy maradj még, maradj még, tőlem el, maradj még, a szívem lesz fölöttem. Még is csak ének egy próbát. Csak okázik. Legközelebb találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, jó egészséget kívánok mindenkinek, és hát... Lesz király, hülyába vagy! Na, mehet? Akarjátok, nem akarjátok? Figyelj, gyertek akkor, aki nem akarja, annak nem muszáj énekelni. Lesz király, hülyába vagy, a mosolyod úgy is, az arcodra fagy. Királynak lenni, az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi. De tökényed ül,
Hogy kell leállítani ezt az izét?